két hegységképző mozgást különböztetünk meg, a gyűrődést és a vetődést. A kettő között az a különbség, hogy az üledék már megszilárdult, vagy még képlékeny állapotban van-e. Gyűrődés esetében még képlékeny állapotban van az üledék. Itt az üledékeket különböző színű dekorlapokkal szimbolizáljuk. Vetődés pedig akkor jön létre, amikor a kőzetrétegek már megszilárdulnak, nyomóerő hatására törésvonalak jönnek létre, ezeket pedig különböző méretű építő kockákkal fogjuk bemutatni. Nézzük először a vetődésnek a formáit. A szilárd kőzetrétegek összetöredeznek, törésvonalak jönnek benne létre, és ezek mentén, a törésvonalak mentén a kőzetrétegek függőleges irányban elmozdulnak, és különböző formák jöhetnek létre. Amikor egymás mellett szépen lecsúsznak, akkor lépcsős vidékről beszélünk. Ilyen lépcsős vidék például a mi Balaton felvidékünk, ahol ugye a legalacsonyabb lépcsőfokon a Balaton található. Olyan is előfordulhat, hogy két rög, két magasabban lévő rög között a középső rög besüllyed, ilyenkor árkos vetődésről beszélünk, tulajdonképpen Kelet-Afrika hosszú elnyúlt tavai mind-mind ilyen árkos mélyedésben fekszenek. Olyat is előfordulhat, hogy a középső rög nem lefelé mozdul el, hanem fölfelé, kiemelkedik a többihez képest, ilyenkor kiemelt rögről vagy sasbércről beszélünk. A neve is mutatja, hogy ilyen például a Budai hegységben a Sashegy nevű hegységünk. Gyűrődésről akkor beszélünk, amikor az üledékrétegek még képlékenyek, és az oldalról jövő nyomóerő hatására nem töredeznek, hanem meggyűrődnek, és gyűrődés hatására létrejön egy redőboltozat, illetve mellette pedig a redőteknő. Ilyen szép, szabályos redőboltozat akkor jön létre, amikor két oldalról egyenlő nagyságú nyomóerő nyomja a rétegeket. Ilyenkor álló redőről beszélünk. Természetesen ez a természetben nagyon ritka, hogy mind a két nyomóerő egyenlő nagyságú legyen. Amikor az egyik nyomóerő nagyobb erővel tolja a rétegeket, mint a másik, akkor a redők eltorzulnak és átbillennek ferde, illetve fekvő redők fognak kialakulni. Extrém esetben egyik redő rátolódhat a másikra. Nyilván ilyenkor a nyomóerő, az egyik oldalról jövő nyomóerő extrém mértékben lesz nagyobb.